Budapesten és Szlovákiában tett apostoli útját idézte fel szeptember 22-én a Szent Atya az általános kihallgatásán. Mint mondta, imádságos zarándoklat volt. Zarándoklat a gyökerekhez, a remény zarándoklata. Ima, gyökerek és remény. Fratelli e sorelle, buongiorno. A Szent Atya felidézte budapesti látogatását, ahol a világjárvány miatt kereken egy évvel elhalasztott Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró miséjét celebrálta. Mint mondta, sokan részt vettek ezen a szertartáson. Isten szent népe az Úr napján egybegyült az Eukarisztia misztériuma előtt, amelyben szüntelenül születik és újjászületik. Átölelte a népet az oltár fölé magasodó kereszt, amely ugyanazt az irányt mutatja, melyet az Eukarisztia is jelez, vagyis az alázatos és önzetlen szeretet útját, a nagy lelkű és mindenkit tisztelő szeretet útját, a világiasságtól megtisztító és a lényegre vezető hit útját. Ez a hit állandóan megtisztít bennünket és távol tart a világiasságtól. Ez az imádságos zarándoklat Szlovákiában ért véget, a fájdalmas szűzanya ünnepén. Sasváron, a hét fájdalmas szűzanya kegyhelyén szintén sok gyermek jött el az édesanya ünnepére, mely egyben nemzeti vallási ünnep is. Zarándoklatom tehát imádságos zarándoklat volt Európa szívében. Szentségimádással kezdődött, és a népi vallásosság megnyilvánulásával fejeződött be. Mert Isten népe mindenek előtt erre kapott meghívást. Imádni, imádkozni, járni, zarándokolni, bűnbánatot tartani, és mindebben megérezni azt a békét és örömet, amelyet az Úr ad nekünk. Fogalmazott a Szent Atya. Ferenc pápa elmondta, életünkben imádni, imádkozni, járni, zarándokolni, bűnbánatot tartani kell. Ez különösen fontos az európai kontinensen, ahol Isten jelenléte elhalványul. Nap mint nap láthatjuk, hogy a fogyasztás központúság és az önmagát egyedüli lehetségesként ránk erőltető gondolkodásmód gőzei, a régi és új ideológiák keveredésének eredménye. Ez eltávolít bennünket az Úrral való meghitt kapcsolattól, az Istennel való meghitt kapcsolattól. A gyógyító válasz ebben az összefüggésben is az imából, a tanúságtételből és az alázatos szeretetből származik. Láttam ezt a zsidó testvéreink arcán is, akikkel együtt emlékeztünk a Soára. Mert emlékezés nélkül nincs ima. És hogy mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor imádkozunk, emlékeznünk kell saját életünkre, népünk életére, annak a sok embernek az életére, akik körülvesznek bennünket a városban, szem előtt tartva, milyen történelmünk is volt. Emlékezés nélkül nincs ima. Az ima emlékezés és felidézés. Ez jót tesz, és segít az imádkozásban. Második legfontosabb szempont. Ez az út zarándoklat volt a gyökerekhez. Püspök testvéreimmel találkozva, mind Budapesten, mind Pozsonyban, kézzelfoghatóan éreztem a hit és a keresztény élet gyökereinek hálás emlékét. Olyan tanúk ragyogó példájában tündökölnek a hit gyökerei, mint Mindszenti bíboros, Korec bíboros és Boldog Pável Péter Gojdics püspök. Ennek az útnak a harmadik aspektusa a remény zarándoklata volt. Imádság, gyökerek és remény. A három vonás. Oly nagy reményt láttam a fiatalok szemében a Kassai stadionban tartott felejthetetlen találkozón. Ez nekem is reményt adott, hogy sok-sok fiatal párt és sok gyermeket láthattam. Az olaszországi demográfiai térre gondoltam, melyben most élünk. Ezek az országok viszont tele vannak fiatal párokkal és gyermekekkel. Ez a remény jele. Különösen világjárvány idején ez az ünneplés erős és bátorító jel volt, köszönhetően annak is, hogy sok fiatal pár volt jelen gyermekeikkel.
Ugyanilyen erős és profétai, boldog Anna Kolesárová tanúságtétele, azé a szlovák lányé, aki élete feláldozása árán is megvédte méltóságát az erőszakkal szemben. Ez a tanúságtétel sajnos időszerűbb, mint valaha, mert a nők elleni erőszak ma is jelenlévő csapás. Budapesten és Szlovákiában együtt voltunk a katolikus egyház különböző rítusaiban, együtt más keresztény felekezetű testvéreinkkel, zsidó testvéreinkkel, együtt más vallások hívőivel is, és együtt a leggyengébbekkel. Ez a követendő út, mert a jövő akkor lesz reményteljes, ha együtt élhetjük meg. Ez nagyon fontos. Ezután az út után nagy köszönet van a szívemben. Köszönet a püspököknek, köszönet az állami vezetőknek, köszönet Magyarország elnökének és Szlovákia elnökének. Köszönet az összes szervező munkatársnak, köszönet a sok-sok önkéntesnek, köszönet mindenkinek, aki imádkozott. Kérlek benneteket, mondjatok egy imát azért is, hogy az útsonán elvetett magok jó gyümölcsöt teremjenek. Imádkozzunk ezért. Kérte a jelenlévőket a Szent Atya. Per favore, aggiungete ancora una preghiera, perché i semi sparsi durante il viaggio portino buoni frutti. Preghiamo per questo. Grazie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.